Szép napot kívánok, kedves mindannyian! Örülök, hogy sokan eljöttek, hogy együtt örüljünk annak, hogy megint gazdagodtunk. A mai napon két beruházás fogunk megnézni, amely gazdagodott a városunk. Első döntése volt a képviselőtestületnek ez a beruházás, amely 400 valahány méter. Ez 408. Ő pontosan tudja, ő a képviselője a kerületnek. 3,5 méter széles és 5 centi vastagságú aszfaltot kapott. Hát csak a minőségén javítottunk egy picikét, és 10 millió forintot költöttünk el rá, hozzátéve a Komév Városgazdálkodási Kft. Munkát is, mert a patkát azért nagyjából rendbe tették, vannak még ilyen magaslatok meg gödrök, úgyhogy remélem azt is kijavítják. Helyi adófizetők pénzéből építettük, úgyhogy az évvégi befizetésekből, többet befizetésekből keletkezett az összeg, amelyről a testület egyhangon döntött. Ugye nem volt senki sem, aki távol maradt. Képviselő úr, gratulálok Önnek is! Köszönjük szépen jó, a körzet nevében, és a lakosok is köszönje meg, legyen szíves. Köszönjük szépen a munkát, mindenkinek. Én szeretném felhívni mindenki figyelmét arra, hogy a mai napon egy programtervet is összeállítottunk, utcákkal és elképzelésekkel. A jövő évi költségvetés mondja meg azt, hogy mennyit tudunk a következő évben csinálni. A felújításokról nem állhatunk le, mert minőséget is javítani kell, de ugyanakkor mennyiségre is szükség van, újakat is építeni kell. Nagyon bízom abban, hogy egy-két logó beruházásunk, amely a külterületet érinti, az is van lendületet kap 2020-ban. Mert ebben az évben sajnos a közbeszerzésnél mindenki többet ajánlott, mint amennyi pénzünk volt rá, úgyhogy tudtálva kerülni. Út az nagyon fontos. El szeretném mondani, ha valaki nem tudná, hogy Szarvason minden második polgárnak kocsija van. Minden másodiknak. Csecsemőnek, idősnek egyaránt, tehát minden második ember statisztika 7,5 000-nél több a gépjármű Szarvason. Közlekedni szeretnek vele. Hál' Isten is egy életminőséget jelent, hogy ennyi gépjármű van a város polgárjának, ami jelent közlekedési gondokat és parkolási gondokat. Mind a kettővel foglalkozni kell 2020-ban. Munka van bőven, hajrá! Most meg Bálkalmi Szalvatot. Jó képviselő? Alpolgármester úr, álljál mellé. Kivitelező klimatia jöjjön maga is. Akkor iszontjuk el, jó? 10 millió forint. A beruházás, ami a két oszlopot jelenti, nem ezt a marszatolást, ami itt van. Hát vártuk azt, hogy rendbe rakjuk a Árpád udvarát és a agráreltét is. Eljöttek a képviselők az imént, két olajtároló van ezen a közterületen, és olyanokból lettek boltok, ahol se járdát, semmit nem építettek korábban, se parkolót, csak úgy idejöttek. Aztán az agráreltét privatizálódott, és az új tulajdonosai, azok pedig bérbe adták a földszintet. Szintén olyan szolgáltató, hogy egy darab parkolót sem építettek. És eléggé zsufis ez a hely. Azt is tudni, hogy az Árpád alatti terület az önkormányzat tulajdona, még az udvar az pedig szintén az önkormányzat tulajdona. Miután az épületekhez parkoló is tartjuk az OIS szerint, és ha valaki más szolgáltatást végez, akkor parkolót is kell építeni. Most ezzel próbálkoztunk, és most itt ott arra Skultéti úr tervezi is az AFÉSZ Bődi Jánosné megbízásából foglalkozkodik a tervezéssel, hogy ezt itt kialakítsa. A szomszédban pedig azt mondták, hogy ők nem felelnek az olajtárlókért, ugye itt volt a vezérigazgató úr, igen, hogy van olajtárlók, eladták annak idején, egy méhecskésnek, és közben nem testett a szerződést, mert a földbe maradt. Közterületen van, úgyhogy el kell a volt tulajdonosság bontani. Ezt a kazánházat is eladták, iszonyú ára van, vissza akartuk venni, de nem tudtuk, mert olyan árat kérnek érte, amelyet a város nem tud megfizetni. Úgyhogy tessék megnézni azt is. Azon kívül a burkolatokat. Hát ugye a városrehabilitációnál szóba került, hogy rendbe tesszük annak idén közpénzből, uniós pénzből, de hát nem futotta rá. És fontosabbnak tartottuk azokat elvégezni, hogy Kostolajos utcát érintettek másokat is. Hogy visszatoljak a dolog lényegére, ez a terület rendezetlen.
ez is többek között ez a felfestés, mert ez borzasztóan néz ki, de maga az a kettő, az nagyon fontos a jövőt illetően. Nem tudom, hogy ki az a kocsi, de már töltik, de csak délőtt szedte le Sanyiról a fóliát. Nem maradhatunk le az ilyen szolgáltatásokban is. Azt is vallom, hogy nem az önkormányzat dolga az elektromos töltőállomások kiépítése, de valakinek el kell kezdenie. Úgy gondolom, hogy erre a piac jogosult, és neki kell megcsinálnia. A támogatási szerződés, amely a pénzről szóldul, már 5 millió forint, amit kaptunk, és hozzátettünk 3,8 millió forintot, hogy ez kábelt kapjon is sok egyéb más. Meg lehet volna növelni a beruházást azzal, hogy parkolót is építünk hozzá, de miután közterületen kell lennie, és egyébként is a parkolókat rendbe kell tenni, nem kívántunk most ehhez külön parkolót építeni. Két lehetőség nyílt, és a testület úgy döntött, hogy az udvarban valósítja meg, ugyanis lehetett volna ott megcsinálni, szintén a 44-es mellett. Ugye azt többen igénybe veszik, ezt meg kevesebben. Tehát több embernek maradjon a Szabadság utcán lehetőség megállni és parkolni, a boltokba elmenni, és itt pedig mehetünk volna a parkterhére, de azt sem szerettük volna elvenni, mert a zöldet megint védeni kell. Úgyhogy maradt ez a megoldás, ami nem szép, de van és jó. Az év üzemeltetési költsége 365 000 forint, amit az önkormányzatnak kell vállalnia. És ezt szeretnénk hosszú távon folytatni, mert hogy ezt a piacnak kell rendeznie, és aki tölt, az fizesse meg. Most jelenleg az országban ingyenesen töltenek, vagy az önkormányzat, vagy a áramszolgáltató állja a cekket, ez az általános, de rövidesen ez teljesen piaci formát fog tölteni. Ha ide érkezik Szarvasra a vidéki, nem mondhassa, hogy Afrikában van, hogy ott nincs ilyesmi, itt van ez is idegenforgalom szempontjából, sőt, hogyha a Szarvasnak valami oknál fogva itt fogy el az árama és várakozik valamelyik intézménynél, akkor meg tudja tölteni a kocsiját, vissza tudja pótolni. Általában az a szabály, hogy le kell fogyasztani és aztán lehet föltölteni, de hát nem értek, nem is akarok érteni. A dolog lényeg, hogy a város komfortjához tartozik, hogy elkezdtük ezt. De nem kívánjuk különösebbképpen folytatni, ezt rábízzuk a piacra, ha egyet fogtok érteni vele. Ha csak nem lesz olyan támogatás, hogy teljes egészében állja valaki ezt az összeget. Mondjuk az ország vagy az Európai Unió energiapolitikája. Akkor igénybe fogjuk venni, és akár minden utcasarkot csinálhatunk. De arra nincs ez szükség. De azok a gépjárművek, amelyek ezt igénybe fogják venni, a számuk napról napra ütemesen növekszik. Van-e két fajta, egyik a hibrid, amely mind a kettőt tudja, üzemanyaga is, meg árammal is megy, van, aki meg csak árammal megy. Szászlónak is egy a vége, ez a területtel 2020-ban foglalatoskodni kell. Többek között sokan szitták az édesanyánkat, mikor ezeket a hatalmas fákat, amelyek már életveszélyesek voltak, visszametszettük. Szeretném elmondani, hogy szakemberek végezték ezt a munkát, úgyhogy legyünk mindig bizalommal azok irányába, óvatos bizalommal, akik a munkát végzik a városban, a közszolgáltatásban, mert nem ostobák is értenek hozzá. Tehát szépen nőnek a fák, és a koronáj nem olyan életveszélyes, mint amilyen volt. Megkérdeztük a városszépítőket is, mert a tervező azt gondolta, hogy ki kell vágni őket, jobban lehet hasznosítani a területet. A közvélekedés, a városszépítők oldaláról, hogy jó helyen vannak azok ott. A terveket úgy kell alakítani, hogy ezek a fák megmaradhassanak. Nem volt ápolva ez a lejlandi sor sem, ezeket is föl kellett kopasztani, mert rengeteg helyet foglaltak el, és a levegőt is elvették, úgyhogy szerintem most ápoltabb kinézetük van, ez így jó dolog. De itt az egész terület csapadék elvezetésével, az olajtárlóival, a kazánházzal, a itteni parkolóval szintén foglalatoskodunk kell. Egyet elárulok előre, hogy ez a csúnyaság, ez a kék, vagy milyen zöld festék, nem is tudom milyen színű, a kettő közt van. Hogy ezt majd, ha új aszfaltburkolat lesz, a vállalkozó újból fölfest ingyenesen, mert tudja, hogy ez nem egy végleges burkolat. Viszont ezt a szívességet megteszi a korábban elfogadott kivitelezés áron belül, tehát nem kérhetek plusz pénzt. Úgyhogy majd az új burkolat ezeket majd föltöltik. Más nagyon mondandóm nincsen, csak annyi, hogy ez a terület város közepén van, nagyon csúnya, senki nem akar egy fillét se hozzátenni. Egyébként a gyógyszertár volt az, amely átad szeket, és van egy vállalkozó, aki ide költött a biztosító helyére, ő is egy parkoló árát megváltotta. Úgyhogy rendet kell be a dolgba tartanunk,
aki bérbe ad ilyen ingatlanokat és más tevékenységet folytat, akkor fizetnie kell a parkoló hozzájárulást, vagy pedig magának meg kell építeni a sárkezetét. Utána közterület van, itt mindenkinek fizetni kell. Úgyhogy a szomszéd oldal ki lesz alakítva majd, ha elkészülnek az elképzelések, és némi pénz is van már, mint mondom, a gyógyszertártól és egy új vállalkozótól a Szabadság utcán. Sajnos a régiek pedig nem voltak folyékonyak a kérdésre, hogy járnak hozzá az itteni terület rendezéséhez. Hát akkor várnak rá. Még összejön majd, és mégis meggondolják magukat. Tudnék, a város közepén ilyen pocsolya, meg ilyen szeméttenger, nézzék meg az ecetfákat, ott jobbra-balra betört koprétüvegek, külön szólni kell át, hogy deszkázzák be, pozzoljával összerakták. Annak a nagy kéménynek sincs semmi helye itt a város közepén, semmi értelme, az olajtárlóknak hasonló módon nincsen. Jó, úgyhogy ennyit szerettem volna mondani. Kérdés van esetleg? A jövőt illetően majd a testetülések esetek témájában döntése jól, ezeket megtárgyaljuk, jó? Hogyha adódik. Úgy ennek is örülhetünk ma, még egyszerre mondom az összegeket, Sanyi adod a részvényes majd az újságíróknak is. A teljes bekerülés az 8.890.000 forint volt, és ebből kaptunk pázi támogatást 5 millió forintot, 4.950.000 forintot. Az év üzemeltetése 365.000 forintot.